Na, sziasztok! Szép estét! Szombat van, még mindig. Hát, sötétedik, mindjárt sötét van. Elég hűsi van. Még sapkába is kicsit fázik a fülcimpám, ami kiló. De lejöttem egy nagy körre, mert hát most esik, meg hideg van, de azért muszáj mozogni. Mondjuk most szerencsém van. Mikor lejöttem csöpögött, úgyhogy fel is vettem ezt a nagy kapucnis kabátom. De hál' Istennek elállt, ahogy mentem két busz megállónyit. Úgyhogy jól el is fáradtam. De olyan jó friss a levegő. Muszáj mozognom, mert különben minden bajom van. Ez nyáron olyan szép ez a park, ilyen vadvirágok vannak itt az út két oldalán, hát sajnos ilyenkor nincs. Van itt oldalt, amit láttok, az a kis pár. Előbb bementem, mert most már szinte két hete szeretnék venni nyers céklát. És ha van, akkor szép sárgarépát is mellé. Mert szeretnék céklalét inni, ugye ki szeretném facsarni abba a zöldségprésembe. De hát egyszerűen nem kapok, nem is értem. Na mindegy, ne akarjunk mindent. Látjátok, ezek voltak azok a szép növények, de hát sajnos tél van, és nagyon szép nyáron. Mindjárt meg is mutatom a táblát. Itt van 88 fajta növényt ültettek el, ezek közül 23 kiemelt fajta. Nagyon szépek, mikor virágoznak, illetve virágba vannak borulva. Vége lehet, nem átélnek, annak ellenére, hogy szinte nem is volt már így időjárásilag. De már annyira várom a tavaszt, hogy jó nagyokat lehessen a levegő lenni, sétálni, csatangolni, kirándulni. Annyira hiányzik a levegő, pedig azért én próbálom minden nap kihasználni az időt, de hát keveslem. Na, sziasztok! Még mindig szombat van. Az esti sétám végén bementem a Spárba, mert ugye céklát kerestem, és a második Spárba kaptam is. Vettem egy pár dolgot, mutatom. Hát elsősorban vettem ezt a jár mosogatót, almás, ez 900 ml-es, 1299 forint volt. Akkor vettem ezt a Tolle UHT és tejet, 1,5%-os, 399 forint. Akkor ezt az extra spáros medgyemet, 45 dekás, 999 forint, hogy lehet kapni. Kettő darab császárzsemlét vettem, 75 forint darabja. Akkor egy 12%-os tejföld, 239 forintért. A szatyor került 109 forintba. Ja, nem ez. Mivel hogy sétálni indultam, így elfelejtettem szatyrot vinni, pedig ez az, amire nagyon sajnálom. Sárgarépát vettem, 299 forint volt kilója, ez 57 deka, 171 forint, és végre kaptam céklát. Többet nem mertem venni, mert elég hamar puhul, ez a négy darab volt
1,84 deka, jó nagyok, 399 forint a cékla kilója, 733 forint volt, ebből céklalét csinálok most magamnak a elkövetkezendő egy hétbe. Úgyhogy ezeket vettem, és ezért a zacskóért, amiből a cékla volt, 15 forintot kellett fizetni. Na, ennyi. Így jár, aki nem visz magával zacsit vagy tasakot. Na, hát azt találtam ki, most miután lepréseltem a cékla, alma és sárgarépa levet, hogy a gyümölcshúsból, ami ugye a másik tartályba ment, készítek egy zapsütit magamnak. Joghurttal, sózom, borsózom, és jön bele a zab, és folyadéknak pedig a joghurt, úgyhogy neki is állok. Beletettem a cékla és a répa sűrítmény, illetve ez nem sűrítmény, hanem a gyümölcs, a zöldséghúsi. Jön bele egy pici só, nem sok, hozzá egy nagyon pici őrölt borsót, és hozzá jön egy joghurt, egy kézzel dolgozom, és akkor ezt összekeverem. Jó, és akkor hozzáteszem a zappejhez. Mondjuk ennyit, és ezt is összedolgozom. Jó, jól összekevertem, most hagyom állni 10 percet, utána ilyen lepényeket formázok belőle, és sütőbe kisütöm. Nem kell túlsütni, és ez lesz a következő két napi rágcsálnivalóm, és akkor vitamin is van benne, és fincsi is, és egy kis különlegesség. Sütőpapírom elfogyott, a fánk sütésnél elfelejtettem venni, úgyhogy ez most így fog megsülni. Nem kell soká sütnöm, egy 10 perc elég, ilyen 180 fokon, mert tulajdonképpen ugye ebbe csak a zappehely van, a céklának a húsa, egy kis alma, de alma az, hát mondhatjuk, hogy nincs is benne, és a sárgarépának a húsa. És természetesen úgy turmixoltam le, hogy hámozott, és megmosott zöldségeket turmixoltam le, hát egyértelmű, mivel hogy a levét megiszom. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szerintem ehető lesz biztos. Ha megsült, megmutatom. Ki is vettem a sütőből, 20 percet sült, 180 fokon, nagyon finom illata van, majd ha kihűl, megkóstolom, és megmondom, hogy milyen az íze. Na hát, közben bejöttem a szobába, pihenek, most már tévézek, már pizsamába vagyok, lezuhanyoztam. Itt van ez a vacsim, egyet már megettem belőle, meglepően finom. Kicsit édeskés az íze, ugye, mert a cékla meg a sárgarépa alapból édeskés, és az a pici só, illetve őrölt bors, amit beletettem, az egy picit így ellensúlyozza. Nagyon finom, komolyan mondom, ilyen sütemény jellege van. Fincsi. Sziasztok! Bocsánat. Ma január 24-e kedd van, és most jöttem meg, az STK-ba voltam fizikoterápiás kezelésen, ugye mostanában oda járok, 30 napig, hurrá. Nagyon szép idő van, kint süt a nap, nagyon kellemes a levegő, úgyhogy hazafele befutottam a Spárba, és vettem egy pár dolgot, ezt mutatnám meg most nektek.
Na hát őket vettem, és akkor részletesen menjünk végig a blokkal. Vettem egy ilyen pulyka darált húst, fél kilós, 1098 forint. Vettem egy fejes káposztát, most a káposzta akciósos párba, 299 forint kilója, ez egy 1 kiló 80 dekás. Akkor vettem magamnak egy ilyen teljes kiőrlésű pur biokenyeret, ez 679 forint, ez egy 30 dekás. Akkor tartaléknak vettem a fiamnak itthon egy ilyen puckekszet, ez a Naturt, 329 forint, ez egy 10 dekás. Vettem egy szép nagy céklát magamnak, majd délután lepréselem céklalének. 79 dekás, 79 deka. De még van itthon kettő kisebb, úgyhogy azért nem vettem többet. 449 forint kilója egyébként a céklának, de most legalább szép frissek vannak a spárban, mert olyan ritkán van mostanában. Akkor vettem a fiamnak kettő sajtalszort pogácsát, 179 forint darabja. Vettem egy ilyen almás, vaníliás párnát, 299 forint. És vettem neki egy nutellás máfént, most látom, hogy milyen jó ára van, 429 forint. És egy pici darab gyömbért vettem. Nyolc deka, egyébként 1899 forint kilója, de én nekem az elég, vagy két hétig. Nem veszek nagyobbat, mert csak összeasszalódik. Annyira nem szeretem. A teámba szoktam, mikor meg vagyok fázva, illetve most, hogy ezt a iszom a céklalét, abba egy pici karikát belereszelek, de engem nagyon csír, tudom, hogy egészséges, de nem a kedvencem. Úgyhogy egy ekkorát szoktam venni egy hónapba egyszer körülbelül, és azt elfogyasztom. Akkor ezt a kivit vettem, ezt a kosarast, most már lehet is enni egyből, direkt olyat választottam. Úgyhogy este kivizni fogok, ez 569 forint volt. Gondolom egy kiló lehet. Igen, egy kilós. Vettem ezt a három sárgarépát, a céklaléhez fogom leturmixolni. A sárgarépa kilója 299 forint. És banánt vettem, 698 forint kilója, ezt a négy darabot, 80 deka. Úgyhogy ezeket vettem ma a spárba. És akkor le is fogom zárni ezt a aránylag rövid kis videót, és fölteszem nektek, mert ugye a héten még péntekig dolgozok, mint említettem, úgyhogy nem nagyon fogok tudni olyan tartalmat föltenni, ami úgy igazán érdekelne titeket. Aztán már remélem, hogy hétvégén, de legkésőbb már jövő héten érdekesebb dolgokat teszek föl, jobban lesz időm sütni, főzni, illetve remélem tudok menni egy kicsit kirándulni, és akkor majd onnan is tudok nektek vlogolni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, legyen szép napotok, hetetek, sziasztok!